Üdvözlöm nézőinket, friss napszemlét láthatnak, már is mutatjuk a fontosabb témákat. Koronafertőzés gócpontot jelentettek be Gyergyószárhegyről ma délben, óvatosságra intenek az előjárók. Tamás Boglár egyéni előadásával nyitják meg a Figura szabadtéri nagyszínpadát. Az idei iskolakezdést megelőzően is sor kerül a közös imádkozásra a Szárhegyhez közeli Tatárdomnál. Koronafertőzés gócpontot jelentettek be Gyergyószárhegyről ma délben. Óvatosságra intenek az előjárók, a községházán pedig ismét csak telefonos ügyfélszolgálat lesz. A közösségi hálón tett közzé a Szárhegyi Önkormányzat egy videóüzenetet, amelyben a koronavírus járvány szárhegyi helyzetét ismerteti a község polgármestere és a helyi családorvos. Rosszabbodik a helyzet a községben, ez derült ki a videóból. Mindannyian tudjuk, hogy jelen állás szerint jelen pillanatban vannak újabb fertőzöttek, a vírussal fertőzött személyek, akik már a kórházban vannak elszállítva. Sajnos azt nem tudjuk, hogy hány kontaktjuk van, hogyan terjed fog a következőkben, hogyan fog ez terjedni a közösségünkben. Nagyon komolyan kell venni ezt a betegséget, ezt a vírus terjedést, nem szabad ráfogni se gombamérgezés, se tüdőgyulladás, se semmilyen fajta más betegséget nem szabad ráfogni. Nagyon-nagyon komolyan kell ezt venni, és erre kérem önöket a továbbiakban is. Kérjük a civileket, ha bár nem térhetünk vissza márciusi szabályozásokra, mert a törvény ezt nekünk nem engedi, tehát nem kötelezhetünk senkit. Ennek ellenére kérjük önöket, hogy azért próbálják azokat a szabályokat, amelyek márciusban, májusban, áprilisban, ezekben a hónapokban, amit követtünk, próbálják betartani. Már két elhalálozás is történt a községben a koronavírus fertőzés miatt. Most nagyon rossz híreket kell közölnem. Jelen pillanatban Szárhegyen kialakult egy koronavírusos gócpont, egy COVID-19 betegség gócpont, ami azt jelenti, hogy ketten eddig meghaltak a betegségben, és négyen jelen pillanatban kórházban vannak. Az ő állapotuk egyelőre stabil, reméljük, hogy ez így is marad. Sajnos úgy néz ki, hogy a betegség terjedése egyre fokozottabb, és nem kizárt dolog, hogy át fogunk lépni az úgynevezett exponenciális fázisba, amikor folyamatosan megduplázódnak a betegek számai. Azt is ismertették, mit kell tennie annak, aki tüneteket észlel magán. Aki beteg, tüneteket észlel magán, láz, köhögés, fájdalmak, főleg nagyon erős torokfájás, fejfájás, hasmenés, nehéz légzés, a szaglás és ízérzékelés elvesztése, az maradjon otthon és értesítse minket. Ne járkáljanak a szomszédságban, ne menjenek a rokonsághoz, ne kezdjék magyarázni az ő betegségük állapotát, hanem hívjanak fel minket, értesítsék a helyi rendelőt, esetleg egyenesen fordulhatnak minden előzetes értesítés nélkül a Gyergyószent Miklósi sürgősségi osztályhoz, ott megfelelő ellátást, útbaigazítást kapnak. Nagyon fontos, hogy a betegséget ne terjesszék, ne vigyék a szomszédba, a rokonságba, sehova. Mint a videóban elhangzik, senkit nem küldhetnek akarata ellenére elkülönítésbe, de azt kérik, aki tudja, hogy fertőzöttekkel érintkezett, jelentse be ezt. Másképp betegszabadságot sem írhatnak számára az elkülönülés időszakára. A vírustagadóknak is üzent a házi orvos. Számos szakember, kutató és orvos munkáját kérdőjelezik meg, és teszik fölöslegessé ezek a személyek. Az elmúlt 24 órában 1256 új megbetegedést regisztráltak az illetékes hatóságok 25.000 teszt feldolgozása után. Ezzel országos szinten a kimutatott fertőzések száma 81.646-ra emelkedett, jelentette be ma a stratégiai kommunikációs csoport. Az újabb összesítés szerint jelenleg 502 koronavírusos pácienst ápolnak intenzív osztályon, 54 személy elhunyt. Ezzel a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma elérte a 3421. A legtöbb új esetet Bukarestben, Iás és Prahova megyében jegyezték. Pénteken kerül sor az első színházi előadásra a Figura új játékterén, a könyvtár udvarán felállított szabadtéri színpadon. Tamás Boglár egyéni előadása a Persze avatja fel az új játékteret.
A világjárvány és az óvintézkedések miatt úgy döntött a Figura Stúdió Színház, újabb szabadtéri játékteret alakít ki, hogy nagyobb számú néző előtt is játszhassák az előadásokat. A könyvtár udvarán egyszerre 70-en nézhetnek meg egy-egy darabot, úgy, hogy közben az előírt távolságokat is betartják. A színpad elkészült, avatójára pénteken kerül sor. Tamás Boglár mutatja be ekkor a Persze című egyéni előadást. A darab az elmúlt évad első produkciója volt, szeptemberben mutatták be először a stúdióteremben. Az egyedülálló anyák életét, mindennapjait, az eléjéig gördülő akadályokat, nehézségeket taglalja a produkció. Tele vagyok lelkesedéssel. Tele vagyok lelkesedéssel. Tele vagyok lelkesedéssel. Képes vagyok rá. Képes vagyok rá. Képes vagyok rá. Biztonságban vagyok. Biztonságban vagyok. Biztonságban vagyok. Vonzó vagyok. Vonzó vagyok. Vonzó vagyok. Mindig szeretet lesz körül. Mindig szeretet lesz körül. Mindig szeretet. A szabadtéri színpadon másak a körülmények, mint a teremben, nagyobb a játéktér is, ez kihívást jelent. Most beléptem ide a könyvtár udvarára, ahol lesz majd az előadás. A gyomrom összeszorult, gyomoridegem lett meg minden, mert úgy gondolom, hogy nem tud olyan lenni, amilyen a stúdióban volt. Ott nagyon közé voltak a nézők, együtt lélegeztem velük, itt meg azt hiszem 4 méterrel lesz a első sor, a többi meg mögötte, tehát... Be vagyok ijedve. Na de remélem, annál jobb lesz. A belépő ára 20 lej, egyetemistáknak 15 lej, iskolásoknak 5 lej. Jegyek váltatók munkanapokon 15 és 19 óra között a Figura Stúdió Színház előterében található jegypénztárban vagy online. A kormány 175 millió euró vissza nem térítendő támogatást szavazott meg az iskolai év biztonságos megkezdéséhez szükséges felszerelések és egészségügyi eszközök beszerzésére, közölte a miniszterelnöki kancellária vezetője. Az összegből 100 millió eurót költenek táblagépek és más az online oktatáshoz szükséges elektronikai eszközök beszerzésére. Ezzel körülbelül 500 000 diák számára biztosítják az online oktatáshoz nélkülözhetetlen technikai eszközöket. Ezen kívül 50 millió euróra egészségügyi eszközöket, védőmaszkokat és fertőtlenítőszereket vásárol a kormány az iskolák számára. 25 millió eurót fordít a kormány 5000 mobil mosdó beszerzésére. A hagyományokhoz híven az idei iskolakezdést megelőzően is sor kerül a közös imádkozásra a Szárhegyhez közeli Tatárdomnál, ahol Böjte Csaba testvér kéri Isten áldását és megerősítését a gyerekekre a sikeres tanévhez. A Szentmisét szombaton, augusztus 29-én délelőtt 11 órakor tartják a Tatárdombi oltárnál. A világjárvány ebben az évben minden hagyományosnak, megszokottnak mondható eseményt vagy rendezvényt felülírt, sok mindent átalakított. A tatárdombi megemlékezés és a tanévkezdést megelőző szentmise is eltér majd a szokványostól. A közös imádkozást megtartják szabadtérben a tatárdombi oltárnál, az azt követő szokványos délutáni programok idén azonban elmaradnak. Böjte Csaba testvér korábban arról nyilatkozott híradónknak, hogy hogyan és mennyiben befolyásolta az ő és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kötelékébe tartozó gyerekek életét ez a rendkívüli helyzet. Én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség, sok mindent elvisz a koronavírus, de sok mindent ad is. Én azt gondolom, hogy ez a vírus is olyan, mint bármi egyéb, kitakarja a hibáinkat, megmutatja az erősségeinket, és élnünk kell vele. Mit adott önöknek? Hát ezt a lehetőséget, hogy együtt legyünk, hogy beszélgessünk, hogy tényleg nem kellett iskolába menni, le kellett kössük a gyerekeket, ne szedjék szét a házat, különféle programokat kellett kitalálni. Tehát nagyon-nagyon, én nagyon örventem, hogy ennyi ideig, ennyi gyerek, csak az enyém, hát nem mindig meg kellett osztani a tanárokkal, iskolával, mindenféle egyébbel. Hát most ez csak a miénk voltak ők. Elmondta azt is, hogy mivel töltötték az iskola szüneti időt.
De igen, ilyen nagy buli volt nálunk, mert ugye mindig azt mondták, hogy a szűk kis családi körben az ember maradjon otthon. Hát ugye nálunk 108 gyerekkel maradtunk mi szűk kis családi körben otthon. Hát én nem is gondoltam, ennyi jó fej gyerekünk van. Tehát, hogy régebb úgy szétszedik az embert, ide-oda, mindenhova kell menni, de most csak egy dévajakkal voltam. Bezárva reggeltől estig kitaláltunk mi keresztény tanösvény, meg szerelem tanösvény. Most pontosan játék tanösvény találtunk, és a lányaink ott a, hát hogy mondjam, tanulnak boxolni, mert úgy láttam, hogy a társas játékok is, hát úgy kezdtek kiveszni. És akkor minden nap próbálunk egy kis filmet csinálni valamilyen játékkal. Ugró kötéllel, vagy mit tudom én, kergetőzéssel, vagy tegnap lovaglásról tanultak a gyerekek. A tatárdombi oltárnál a szentmisét szombaton, augusztus 29-én délelőtt 11 órakor tartják. Ugyanakkor a szertartás keretében megemlékeznek a hősökről, akik 1658. szeptemberében a Moldva felől betörő, tízszeres túlerőben lévő ellenséget legyőzték. A szentmisét követő délutáni programok a világjárvány által megkövetelt óvatosságból idén elmaradnak. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy minden előírást az egymás és saját maguk védelme érdekében most is tartsanak be. Számtalan vállalkozás mehet csődbe a járvány miatt Romániában. A két első nyári hónapban megközelítőleg 45%-kal több cég nyilvánította magát fizetésképtelennek, mint tavaly. A március 16-án kihirdetett szükségállapotot követően a kormány átvállalta a cégek kényszerszabadságon lévő alkalmazottai bérének folyósítását. A májusban kihirdetett készenléti állapot azonban jelentősen szűkítette a kedvezményekre jogosult vállalatok körét. Ennek következtében júliusban 810 cég lett fizetésképtelen, amely 55%-os többletet mutat a tavalyhoz képest. Egyes becslések szerint egy év alatt akár 150 ezer gazdasági társaság csődjét okozhatja a válság. Mégsem lesz 2020-ban vásárhelyi forgatag, több tucat gyűlés, programszervező találkozó és a közegészségügyi hatóságokkal való egyeztetés után hozták meg a döntést a szervezők, hogy idén nem szervezik meg a Marosvásárhelyi Magyarság Fesztiválját. A korábbi tervekkel szemben elmarad idén a vásárhelyi forgatag 8. kiadása, jelentették be a szervezők. Bár más fesztiválokat sorra mondtak le a járvány miatt, ők arra számítottak, hogy a korlátozások őszire enyhülni fognak, és tudnak majd olyan rendezvényt szervezni, amin részt tudnak venni a marosvásárhelyiek. Számos forgatókönyvvel készültek, de végül a Maros megyei közegészségügyi igazgatósággal való egyeztetés után, valamint más rendezvényszervezők tapasztalataira hagyatkozva hozták meg a döntést, hogy elhalasztják a rendezvényt. Ha tudunk nagy programokat csinálni, akkor valószínűleg a közönségről kell lemondjunk, mert olyan szabályozások vannak érvényben, amelyek csak nagyon korlátozott nézőszámot engednek meg, és a program kínálat vonatkozásában pedig hát az is egy elhangzott érv volt, hogy csak olyan forgatagot érdemes szervezni, csak olyan programot érdemes összerakni, amin mi is részt vennénk. Hogyha ezt nem érezzük így, hogy ezt így tudnánk kivitelezni, akkor valószínű nem érdemes megvalósítani a rendezvényt. A döntésben fontos szerepet játszott, hogy a határátlépési szabályok szigorítása és a karantén kötelezettség miatt minden külföldi fellépőről és meghívótról le kellett mondani, így az elmúlt években megszokott színvonalat nem tudták volna biztosítani. Még azt is megpróbáltuk körbejárni, milyen lenne, hogyha forgatok tévét hozzunk létre 3 napig, hogy az RDTV, hogy a bizonyos csatornák csak erről szóljanak egy adott pillanatban. De úgy érzem, hogy a személytelen lenne. Nem pont ugyanarról szól. A Kolozsvári Magyar Napok kollégák megpróbálták, tehát sikerült is nekik, de ez még kicsit másabb a forgatag, mint az. Amint a járványhelyzet enyhülni fog és a közegészségügyi szabályozások lehetővé teszik, a szervezők az elmaradt találkozások és programpontok pótlását ígérik.
Döntőházként elfogadta a képviselőház azt a tervezetet, amelynek értelmében 2 évvel korábban vonulhatnak nyugdíjba mindazok, akik szennyezett településeken élnek. A jogszabály szerint azok kérelmezhetik korábban a nyugdíjaztatásukat, akik bányászati, kohászati, ércfeldolgozási, koksipari tevékenység, vegyipari termelés vagy egyéb tevékenység miatt legalább 30 éven át szennyezett környezetben éltek vagy dolgoztak. A törvény közel 50 települést és ezek 8 kilométeres körzetét érinti. Semmit nem szeretnénk felszámolni, egy plusz szolgáltatást szeretnénk nyújtani, fogalmazott Péter Ferenc Maros megye tanácsának elnöke a MINAP azzal kapcsolatban, hogy Maros megye leghosszabb kerékpárútjának projektjét anélkül akarják megvalósítani, hogy a Szomáta és Vármező között közlekedő népszerű kisgőzöst felszámolnák. Korábban arról számoltunk be híradónkban, hogy az egész megyét érintő hatalmas beruházásra készül Maros megye tanácsa. A megyei önkormányzat egy közel 100 km hosszúságú kerékpárutat alakítana ki a kisvasút nyomvonalának területén. A tervek szerint a Marosvásárhely-Szováta Vármező, valamint a Marosvásárhely-Mezőbánd-Mezőméhes szakaszokat érinteni a projekt. Nemrég arról is tájékoztattuk a nézőket, hogy első körben a terület kérdését kell megoldani az önkormányzatnak, ennek okán pedig egy törvénytervezetet nyújtottak be a parlamentbe. A Szováta Vármező között közlekedő kisgőzös sorsáról mindez idáig nem sokat lehetett tudni. Péter Ferenc megyeelnök a napokban megerősítette a hírt, miszerint nem céljuk felszámolni a népszerű vonatot. A beruházást úgy akarják megvalósítani, hogy semmit ne romboljanak le. Hát az egyik nagy tervünk az, hogy átvegyük a kisvasút nyomvonalát, és erre próbáljunk építeni olyan bicikliutat, ami több mint 100 kilométer hosszúságú, és ezáltal biztosítva mindazoknak, akik szeretnek biciklizni, szeretnek túrázni biciklivel, hogy egy hosszú távon tudjanak élni ennek a sportnak, vagy ennek a hobbinak. Ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy láttuk már a sajtóba, hogy megjelent, hogy vajon mi lesz akkor a kis gőzössel, mi lesz a kis vasúttal. Semmit nem szeretnénk elrontani, hanem egy plusz szolgáltatást szeretnénk nyújtani. Ez már tervezői kérdés, hogy hogyan lehet megoldani úgy, hogy a gőzös is működjön, és a bicikliút is működjön. Ez már tervezőknek a dolga, viszont semmiféleképpen nem szeretnénk semmit felszámolni, hanem egy plusz szolgáltatást létrehozni. Amennyiben megépül a kerékpárút, ez lesz a megyében a leghosszabb. Mindamellett, hogy a külföldi és belföldi turisták, valamint sportkedvelők számára egy igen hasznos szabadidős tevékenységet biztosítana az év szinte bármely időszakában. A nagy beruházás nem titkolt célja, hogy fellendítse a nyáradmenti és a mezőségi turizmust egyaránt. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Koronafertőzés gócpontot jelentettek be Gyergyószárhegyről ma délben, óvatosságra intenek az előjárók. Tamás Boglár egyéni előadásával nyitják meg a Figura szabadtéri nagyszínpadát. Az idei iskola kezdést megelőzően is sor kerül a közös imádkozásra a Szárhegyhez közeli Tatárdomnál. Hitpercek következnek, majd a társalgó újabb kiadását láthatják. A meghívottak ezúttal Borgoly Csaba és Csergő Tibor. Viszontlátásra!